Fehér hajú nagynéném homlokon csókolt. Vigyázz magadra, fiam, mondta, s szemében aggodalom látszott. A város, ahová indultam, nem csak a messzeséget jelentette, hanem a megnövekedett veszélyt is. A néni maga is járt Berlinben, régen, még a háború előtt, mikor a fjordokat akarta látni, és útját két napra megszakította a riasztóan zajos és örvényes német fővárosban. Elismeréssel, sőt, csodálattal beszélt ugyan a múzeumok gazdagságáról, a rideg és kemény szálfa emberek pontosságáról és megbízhatóságáról. De az egész város mégsem tetszett neki. Túl mohónak találta a munkában és az élvezésben egyaránt. Nem bízott Berlin erkölcseiben, és a hírek, amelyeket a világháború után években hallott, csak táplálták gyanúját. Itt állt eredetileg szintén a Magyar Kulturális Intézet egy átépített kis palotába. Ez a háború folyamán tönkrement. Németország és főképpen Berlin a magyar kultúra fejlődésében mindig nagy szerepet játszott, hiszen a legtöbb kulturális hatás Magyarországot a német nyelvterület felől érte. A tudományos befolyás különösen azután lett erős, hogy 1810-ben Wilhelm von Humboldt megalapította a Berlini Egyetemet. A 19. század végén, 20. század elején a Kaiser Friedrich Wilhelm Universität számított a világ egyik legjobb felsőoktatási intézményének. Berlin jelentősége azért nagy, mert ott a legmodernebb elvek alapján szervezik az egyetemet. Ez a Humboldti modell, amit aztán fél Európa átvesz, tanárok és a diákok együttes, ha úgy tetszik, csoportos kutatásra vállalkoznak. Nem egyszerűen egy ilyen prelegálás és felelés folyik, hanem egy-egy professzor körött egy kisebb iskola alakul ki, ahol ezek akár 2-3 éven keresztül együtt dolgoznak bizonyos témák feldolgozásán, vagyis a hallgató a kutatási munkába is beletanul, sőt, közös eredményeket érhetnek el a professzorokkal. Hozzáteszem, hogy ezt persze nem lehet tömegméretekben csinálni, tehát ez egyfajta elitképzés. A Humboldti eszmék alapján szervezett berlini egyetemre a 19. században egyre több magyar fiatal iratkozott be. A magyar arisztokrácia főként a politikusok kötelezőnek tartották, hogy gyermeküket egy vagy két fél évre beírassák a berlini egyetemre. Legtöbbjük a jogi fakultást választotta, hiszen a német birodalmi jog ismerete a korszakban igen hasznosnak bizonyult. A dualizmus korának és a két háború közötti időszak miniszter elnökei közül öten tanultak Berlinben, és a magyar egyetemi professzori gárda, tehát mondjuk a Pesti Egyetem és a Műegyetem tanári karából körülbelül 20 nevet tudunk felsorolni a legjobbak közül, akik szintén megfordultak, nem mindig Berlinben, de a német egyetemeken. Az egyetem vonzerejét Berlin fővárossá válása még jobban felerősítette. A város fejlődése az elveszített első világháború után sem torpant meg, s a 20-as évek derekán az ide látogató, pezsgő, tudományos, kulturális élettel találkozhatott. Berlin kiemelkedő jelentősége a 20-as évek elején már vitathatatlan, noha dühöng az infláció, és a munkanélküliség soha nem látott méreteket ölt.
A császárság romjain létrejött Weimári köztársaság fővárosát legkiválóbb tudósai mellett a máig jellemző liberális gondolkodás teszi világszerte híressé, hírhetté. Berlin nem volt idill ezekben az években. Amellett egyetlen nagy laboratórium volt az óriás város. Az idegen pancsolhatott kedve szerint a német gyárakban, a színházakban, mozgóképműtermekben, a lapokban és az irodákban. Berlin megadta magát, kapitulálta a háború után az ellenséges külföld előtt. Kokain és pálinkaszagú síbervilág terpeszkedett a kirakatban, de a pöffetek élvezés mögött stílusok gerjedtek, szemléletek tisztultak. Nem véletlen hát, hogy Berlinbe érkezik az első világháború előestéjén Gragger Robert is. A fiatal bölcsész 1915-ben magántanári képesítést kíván szerezni, ám jó kapcsolatainak, s talán a német-magyar fegyverbarátságnak köszönhetően ennél jóval kedvezőbb helyzetbe kerül. Graggernek köszönhetjük azt, hogy itt a tudományos életben helyet és szerepet kaptunk, hiszen ő 1916 nyarán itteni jó kapcsolatait kihasználva a Tudományegyetem professzoraihoz fűződő barátságát is nagyon jól kamatoztatva létre tudta hozni a Berlini Egyetem magyar szemináriumát, amelyet egy évvel később, 1917-ben már magyar intézetté fejlesztettek. Bár Gragger Robert felvidéki német családból származik, magát azonban öntudatos magyarnak vallja. Anyai nagyapja már soviniszta kosútpárti, aki nem érez németül, írja később Gragger. Meg kell jegyezni, hogy tökéletes, mások számára megszégyenítő finomságú német nyelvtudását nem otthon szerezte, inkább tanulmányai során erősítette azt. A Budapesti Egyetemen magyar, német és francia nyelvészetet hallgat, s tagja lesz a Magyar Tudósképzés Elit Intézményének, az Ötvös Kollégiumnak. Az egyetem elvégzése után egy ideig Pesten tanít, de tudományos tervei arra ösztönzik, hogy eddigi eredményeivel ne elégedjen meg. Ösztöndíjért folyamodik tehát, és egy évet tölt a Berlini Egyetemen. Ki gondolná ekkor, hogy a fiatal bölcsész néhány éven belül intézetvezető, sőt tekintélyes kultúrdiplomata lesz a német fővárosban? A berlini magyar jelenlétet nagyon nagyban elősegítette az, hogy Gragger Robert kiváló kapcsolatban állt Karl Heinrich Beckerrel, aki hosszú időn át a porosz tudománypolitika irányítója volt, még akkor is, amikor nem volt miniszter, miniszterő 1925 és 1930 között volt, de előtte is és utána is már rendkívül komoly szerepet játszott a porosz, tágabban véve a német tudomány és kultúrpolitika alakításában. Hamar rájön, hogy a németséget ki kell szakítani saját kultúrköre kizárólagosságának tudatából. Úgy gondolja, a jövőbeli boldogulás fő eszköze az európai népek életének tudományos alapokon való tanulmányozása lehet. Beckert a porosz kultuszminisztériumban azzal bízzák meg, hogy az egyetemen létrehozandó magyar tanszék munkatársairól a munkafeltételek kialakításáról gondoskodjon. Itt kerül kiváló kapcsolatba Gragger Roberttel. ...1916-ban hivatalosan is megnyílik a magyar szeminárium. Gragger hatalmas lendülettel lát munkához, alig telik el egy esztendő, s a szeminárium tudományos intézetté fejlődik. Kiszélesedik az intézet munkaprogramja is, melyben a Magyarországra vonatkozó történelmi, jogi és gazdasági ismeretek, művészeti tudományok művelését tervezik. Ezzel létrejön a tulajdonképpeni hungarológia tudománya, mely mindenképpen Gragger Robert nevéhez köthető. Amikor a népek egymás számára való ismeretlensége növekvő bizalmatlanságot és szándékos félreértést eredményezett, és amikor a bekövetkező vész fő oka a felfuvalkodottság és mások lebecsülése volt, akkor a felelősségtudattal rendelkező embereknek most az a kötelessége, hogy a népekről és életkörülményeikről tényszerű ismereteket szerezzenek.
Gragger nem csak a német kultúrpolitikával áll szoros kapcsolatban. Berlinben elért gyors eredményei felkeltik a Trianon utáni magyar politika érdeklődését is. Magyarország az első világháborút követő békerendszer következményeként teljes külpolitikai elszigeteltségbe kényszerül. A területi revízió gondolata az egész politikai élet meghatározó eleme lesz. 1922-ben az általános válság idején nevezik ki a Vallás és Közoktatás ügyi minisztérium élére gróf Klebesberg Kunót. A kultuszminiszter korát meghaladó gondolkodású, szellemiségében nagy formátumú, önmagára nézve szerény egyéniség. Progresszív kultúrpolitikai reformot kezdeményez. A közoktatás és a kultúra nagymérvű fejlesztésére persze nem lenne mód Bethlen István miniszterelnök határozott támogatása nélkül. A korszakhoz fűződik a népiskolák országos rendszerének megszervezésén túl a polgári iskola és a leány középiskola megreformálása. Megalapozzák a szegedi, a debreceni és a pécsi egyetemet. Ekkor jön létre a testnevelési főiskola, Tihanyban pedig biológiai kutatóintézet nyílik. A kultuszminisztérium a mi honvédelmi minisztériumunk, tartja a miniszter. Nézete egybecseng a Bethlen kormány külpolitikai törekvéseivel, mely a nemzetközi tudományos és kulturális kapcsolatok új alapokon történő megszervezését célozza. A magyar nemzetnek tisztában kell lenni azzal a tragikus igazsággal, hogy ha a művelődési versenyben alul maradunk, akkor veszve lennénk, mert lefegyverzetten, nyitott határokkal üdvött a legközelebbi jövőben mástól is alig várhatunk, mint erkölcsi és szellemi erőnktől. Érdemes megemlíteni Klebesberg Kunó nevét, aki az 1890-es években jár, illetve még előbb is jár Berlinben, Friedrich Althoff-val, aki a német egyetem politikán az egyik nagy alakítója a 19. század, 20. század fordulóján, azzal ismerkedik meg, és nagyon érdekes, hogy Klebesberg egész kultúrpolitikájának a stratégiájában visszatérnek a német felsőoktatási reformnak a gondolatai. Tehát bizonyos, hogy őre nagy hatással voltak a Berlinben tanultak. Természetesen Klebesberg kultúrpolitikai programja is részben a revízió jegyében fogalmazódott meg, hiszen azt gondolta, hogy mi a revíziót akkor tudjuk előmozdítani, akkor tudjuk elérni, ha bebizonyítjuk a világnak azt, hogy Magyarországgal igazságtalanul bántak el Trianonban. Ezért gondolta ő azt, hogy ha a klasszikus külpolitika erre alkalmatlan, akkor a kulturális diplomácia és a tudományos diplomácia eszközeit kell megpróbálnunk. Be kell bizonyítanunk azt, hogy Magyarország a térségben az egyik legkulturáltabb tudományos téren legtöbbet adó nemzet, és ezzel kell a külvilágnak azt jelezni, hogy igazságtalan volt a békeszerződés. A magyar hazát ma elsősorban nem a kard, hanem a kultúra tarthatja meg, és teheti ismét nagyjá. A kultúrfölény gondolat lényege, hogy próbáljuk meg a kultúra tudomány fejlesztésével elérni azt, hogy kitörjünk abból a külpolitikai elszigeteltségből, amiben vagyunk, és a kulturális külpolitikával igyekezzünk előmozdítani a revízió ügyét. Kultúrpolitikának két fő motivuma van. Az egyik emelni az alsóbb néprétegek művelődési szintjét. Ennek a programnak a jegyében indította be Klebesberg a népiskolai programot, aminek eredményeként 5 év alatt 5000 iskolai tanterem és tanítói lakás épült. És mi volt a gondolat másik része, hogy amellett, hogy emelni kell az alsóbb néptömegek művelődési szintjét, amellett olyan vezetőket kell adni a magyar államnak, akik a nemzetközi porondon is tárgyalni és viselkedni képesek. Az európai tapasztalatokkal rendelkező és a modern tudományokban jártas fiatalok a társadalom alappillérét jelenthetik. A 20-as években életre hívott külföldi magyar ösztöndíjrendszer a tudatos elitképzést célozza.
Ezt szolgálják a Bécsben, Berlinben és Rómában megnyíló úgynevezett Collegium Hungaricumok. A német fővárosba ekkoriban nem mindenki önszántából érkezik. Magyarországon ugyanis érvényben van a Numerus Clausus, vagyis az 1920. évi 25. törvénycikk, mely a felsőoktatásban a népfajok és nemzetiségek arányát korlátozza. 19-re válaszul egyfajta reakcióként is tekinthetjük a Numerus Clausust, amely, mint tudjuk, 6%-ban határozta meg a magyar felsőoktatásban a zsidók arányát, illetve a nők arányát. Erről kevesebbet szoktak beszélni, de a nőkre is vonatkozott, a női hallgatók számát is korlátozta. De egyértelmű, hogy elsősorban a zsidóság ellen irányul, és ezt úgy is tartjuk számon, mint az első antiszemita törvénykezést. Ennek hatására nagyon sok magyar diák, akik antiszemita atrocitások értek az egyetemen, illetve nem kerülhettek be, választották értelemszerűen a berlini egyetemet. Magát a törvényt 1928-ban módosítják, főleg a Népszövetség nyomására, de hát a betleni konszolidáció részeként is. Tehát 28 után már olyan jelentős magyar zsidó diák kivándorlás nem tapasztalható, mint 1920-at követően. Klebersberg rájött arra, hogy micsoda szellemi tőke hagyta el az országot. Tehát nagyon-nagyon sok tehetséges fiatal tudós jelölt, akik később Amerikában válnak Nobel-díjassá, ugye a Szilárd Leótól kezdve a Telleredén keresztül sok nevet hozhatnánk, ezek a Numerus Clausus miatt hagyják el Magyarországot. Klebersberg számára világos volt, hogy ezek a fiatalok egy komoly szellemi tőkét jelentenek, és a Collegium Hungaricum intézményrendszere mellett tudunk olyan kísérletekről, amikor ő már fiatal a Numerus Clausus miatt elment tudósokat, vagy kint tudósá váló embereket megpróbált Magyarországra visszacsábítani. Rettenetes volna lekésni arról a gyors vonatról, amelyen Európa nemzetei robognak előre egy ma még beláthatatlan fejlődés hihetetlen távolságai felé. A Collegium Hungaricum, ez az épület, itt látni ezt a Unter den Linden, a főutcára irányított homlokzatát, alul látni a nagy felületét a vendéglőnek, és ez a két emeletes primér zál, és ennek a kiképzése, ez a nagy ablaknak van tulajdonképpen egy gondolati háttere, hogy az, ami belül történik, az a városba ki lehet reflektálni. Lászmasztá! A berlini Magyar Intézet már sikeresen működik, amikor Klebersberg, a miniszter, azzal bízza meg Gragger Robertet, hogy a magyar tudósok számára házat vásároljon a német fővárosban. Ez lenne a felállítandó Collegium Hungaricum otthona, mely olyan magyar fiatalok elhelyezését szolgálná, akik magyar ösztöndíjjal a berlini egyetemekre érkeznek. Collegium Hungaricumok három helyen jöttek létre, 1924-ben Berlinben és Bécsben, majd 1927-ben Rómában, és egy fél Collegium Hungaricum is megalakult 1927-ben Párizsban. Ez a magyar-francia tájékoztató központ volt. A Collegium Hungaricum jóval több magyar diákok szálláshelyénél. A miniszter egyetért Graggerral abban, hogy a létrehozandó kollégiumnak úgynevezett Graduate College-ként, tudományos kutatások háttérintézményeként kell működnie. Gragger jól érti a dolgát, és különös tettvágyjal lát munkához. Szeme előtt a pesti Ötvös Kollégium képe lebeg, melynek maga is tagja volt. Gragger révén későbbiekben Becker és Klebersberg is nagyon szoros kapcsolatba kerültek a 20-as évek közepén, és ez eredményezte azt, hogy Becker és a porosz kultuszminisztérium támogatásával kiváló épületeket tudtak szerezni a 20-as évek második felében, mind a berlini egyetem magyar intézete, mind pedig a berlini Collegium Hungaricum számára. Ez az itteni porosz kultuszminisztérium és annak irányítója, Karl-Heinrich Becker segítsége nélkül nem valósulhatott volna meg. Tehát nagyon fontos volt ez a baráti háromszög,
Gragger Robert, Karl-Heinrich Becker, illetve Klebersberg Kuno között, és ez nagyon nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a magyar tudomány, a magyar kultúra Németországban szilárd talajon álljon. Az első világháború utáni években rengeteg magyar művész és tudós érkezik Berlinbe. Filmes szakemberek, zeneszerzők, színészek, énekesek, írók és természettudósok. Berlinben volt egy óriási magyar művészkolónia is, mert hiszen ott volt Neubabelsberg, tehát a magyarok közül, aki használható volt, azt ott filmesként felhasználták. Színészek is voltak olyanok, akik kétnyelvűen tudtak szerepelni. Alpár Gitta nagy német sztár lett, és az ő köre. Nagyon érdekes és különös az, hogy mennyire megragadja a képzőművészeket, fotoművészeket, írókat az a gépesített nagyváros, ami Pesttel ellentétben akkor már működő volt, hogy szinte egy amerikai nagyváros képét rajzolják a korabeli leírások, ahol minden csattog, püfög, hogy itt el lehet tévedni, ez micsoda a csapás az embernek, ha eltéved ebbe a városba, hogy majdnem kirepülnek az S-Bahnból, és ez a közlekedésnek a káosza, a nagy forgalom, a tömeg, a vonatok, a pályaudvarok, ez ennek a hangulata, ez minden szép irodalmi műbe is visszaérkezik. A két világháború között sokaknak második otthonukká vált a német főváros. Itt mutatják be magyar szereplőkkel Ábrahám Pál operettjeit, a szállodákban magyar zenészek játszanak, keresettek a magyar színészek, nem is beszélve az írókról. A korabeli értelmiséget megmagyarázhatatlan vonzalom fűzi a német fővároshoz, s bár ez Hitler hatalomra jutása után csökken, a II. Világháború végéig nem szűnik meg létezni. A semmi mással össze nem téveszthető magyar akcentus ezekben az években márkanévvé válik. Blonde Dame, schwarze Dame, braune Dame, rote Dame, kleine Dame, große Dame, dünne Dame, dicke Dame, manche haben rote Kleider, manche haben kurze Kleider, manche haben lange Kleider, manche haben kleine Kleider, manche haben schwarze Hüter, manche haben weiße Hüter, manche haben kleine Hüter, manche haben große Hüter, manche haben blaue Augen, manche haben schwarze Augen, manche haben heiße Augen, manche haben süße Augen. Blonde Dame, schwarze Dame, braune Dame, rote Dame, kleine Dame, große Dame, dünne Dame, dicke Dame, unter aller Lichter Dame, haben schön sind alle Damen, alle Damen, alle Damen, ja, es ist so schön. Kulturális vonalon van itt egy 20. századból egy történelmi összeközösség Németország és Magyarország között, ami a Bauhaus-szal függ össze. A sok mestere a Bauhaus-nak magyarok voltak. Pesten egy jó pár épület van ebből a Bauhaus stílusból, és a mesterek, mint a Marcel Breuer vagy a Mohói Nagy, azok a világba kimentek, és ott megállták nagyon jól a helyüket. A Collegium Hungaricum 1924 őszi megnyitása elsősorban annak eredménye, hogy Gragger tudományos koncepciója és minden akadályt legyőző gyakorlatiassága szerencsésen találkozik Klebersberg Kuno és Karl-Heinrich Becker elképzeléseivel. ...1924-ben hivatalosan is létrejött. A gyakorlatban már 1923-tól működő Collegium Hungaricum, amelynek első otthona itt a berlini belvárosban a Marienstrasse 5-ös szám alatt volt. Ez kezdetben egy 5-szobás lakás volt, ahol körülbelül 10 ösztöndíjas fért el, és ez bővült aztán, hiszen az épületben további lakásokat szereztek,
majd 1926-ban Gragger és Becker tevékeny támogatásával megkezdődött az új Collegium Hungaricum épület építése. Most alkalom kínálkoznék közvetlenül az egyetem mellett egy megfelelő, kész épületet vásárolni. Az épületnek a vételára a kultuszminiszter úr közlése szerint 1 millió aranymárka, kilátás van azonban arra, hogy azonnali kifizetés esetén 800 000 aranymárkáért is meg lehet kapni a házat. Megjegyzem, hogy a népszövetségi főbiztos úr az előlegezéshez hozzájárult. Az Unter den Linden és az egyetem tőszomszédságában álló Herz palotát eladásra kínálják, és bár az egyetem maga is terjeszkedni akar, Becker közbenjárására a vételi jogot átengedik a magyar államnak. Mindez Gragger megelégedésére szolgál, hiszen a létesítendő Collegium Hungaricumot maga is az egyetem közelében szeretné látni. A vételár pedig igen kedvezőnek mondható. Mindemellett a porosz kormány felajánlja a Herz palota kertszomszédságában álló Knobelsdorf palotát a magyar intézet számára. Ezzel valóra válhat Gragger kívánsága, a két intézmény egymással területileg is szorosabb kapcsolatba kerülhet. Az üzlet nyílbeütése után megkezdődnek a Herz palota átépítési munkálatai, a tervezett kollégium céljainak megfelelően. Gragger valódi kolostorkertet teremt a zajos város közepébe, ahol a kollégisták a nap nyugodt óráit olvasással, szemlélődéssel tölthetik. Itt tulajdonképp egy már kész épületről van szó, amire egy új szintet emeltek, kiváló helyen, közvetlenül a Humboldt Egyetem mögött, a mai Humboldt Egyetem, akkor Berlini Tudományegyetem mögött, a Múzeumsziget tőszomszédságában. Ádász harcokat folytatok napról napra az egyes cégekkel, hogy a megrendeléseknél ne csak a nagybani árat kapjam meg, hanem még jóval alája szorítsam az árakat. Képzelheted, mi nagy szemeket mereszt építészünk, mikor látja, hogy az én általam elért árak jóval alatta vannak az általa bevont árajánlatoknak, mert összeköttetésém révén mindenütt kivételes engedményeket tudok elérni. Az első ösztöndíjasok 1927 áprilisában vehetik birtokukba az átalakított Herz palotát, mely ezentúl a Collegium Hungaricumnak ad otthont. Gragger Robert, a grandiózus terv megálmodója azonban ezt már nem érheti meg. 1926 novemberében agyhártyagyulladás következtében meghal. Egész életét és vagyonát egy nagy eszme szolgálatába állította. Ameddig szellemi kapcsolatok lesznek Németország és Magyarország közt, Gragger Robert neve feledhetetlen marad. Falak azok a fehér vakolatot kapnak, és ez a belső fal, ami mondjuk a két részre választja a házat, egész alulról fölfelé, ennek egy külön anyaga van, egy lakkozott felület. De az se szint kap, hanem neutrális marad. Úgyhogy az életet az emberekkel lehozzák. A kollégium élén egy ideig Tamedli Mihály áll. Ekkora sikerül egészen befejezni a Herz palota átépítési munkáit. A kormányzó végül Farkas Gyulát nevezi ki a kollégium és egyben a magyar intézet igazgatójává. Farkas maga is ötvös kollégista volt, akit Gragger hív a berlini egyetemre. Folytatja a Gragger által megkezdett munkát, jól értett az intézmények menedzseléséhez. Az ösztöndíjasok többnyire fél évre, egy évre érkeztek Berlinbe, de akadt, aki ennél hosszabb ideig volt a Collegium Hungaricum lakója. Többnyire a nagy berlini kutatóintézetekben, a Kaiser Wilhelm Institútok valamelyikében, vagy a berlini egyetem tanszékein folytattak kutatásokat. Ebben a palotában már körülbelül 40 ösztöndíjas kényelmes elhelyezésére nyílt mód. A későbbiekben a Collegium Hungaricumban egyébként nem csak a magyar állami ösztöndíjasok laktak,
hiszen ezek a Collegium Hungaricum ösztöndíjak magyar állami ösztöndíjak voltak, hanem ugyanitt helyezték el például a Humboldt Alapítvány ösztöndíjasait is, vagy azokat a fiatalokat, akik a közép-európai gazdasági segély ösztöndíjával érkeztek a 30-as években. Tehát befogadott ez az intézmény más német ösztöndíjjal, vagy magyar-német csere ösztöndíjjal ideérkező fiatalokat is. Az ösztöndíjasok szakmai kiválasztásánál a magyar oktatási és tudományos kutatási rendszer fehér foltjainak pótlására törekednek. Az idehaza kevéssé vagy egyáltalán nem művelt területek, például meteorológusok, közgazdászok tömeges képzése, valamint a nagy eszközigényű laboratóriumi tevékenység végzése csak a külföldi ösztöndíjak segítségével válhat lehetségessé. Itt a Collegium Hungaricum falai között töltött 4 évet a világhírű magyar fizikus Bai Zoltán is. A tanáraim elhatározták, hogy én folytassam Berlinben a kísérletezéseimet, és így kerültem ki Berlinbe, ami akkor a fizikának a virágkora volt. Ott volt, kezdjük mindjárt, Planck, ott volt Einstein, ott volt Laue, ezek mind világ nagyságok. Aztán a fizikokémikusok közül ott volt Haber. Később egy néhány évvel jött oda Schrödinger, és Heisenberg nagyon gyakran megfordult. Niels Bohr gyakran látogatott át Kopenhágából, úgyhogy én őt is jól megismertem. A berlini évek alatt ismerkedett meg Klebesberg miniszterrel, aki meghívta a Szegedi Egyetem fizikai tanszékére. Az ő tanácsára létesítették az atomfizikai tanszéket a műegyetemen. Bai Zoltán a világon elsőként tapogatta le a holdat. Fölvetettem a hold kísérletnek a gondolatát. Radározzuk meg a holdat. A holdnak a pozíció koordinátáit az itteni csillagda adta, akkor neki, Detre volt már az Detre volt, aki nekem jó barátom volt egyébként, és sőt tanítványom is bizonyos időben. Detre László az Ötvös Collegium diákja volt, a Collegium Hungaricum berlini ösztöndíjának hatására lett matematikusból csillagász. Berlinben doktorált, 1929-ben a Schwab-hegyi Asztrofizikai Obszervatóriumba került, amelynek 1943-tól igazgatója lett. Földszinten van egy étterem, az valószínűleg ki lesz adva. Az első emeleten, ahol itt állunk, ez egy kiállítási csarnok. A második emeleten van egy ilyen általános terem, ahol előadásokat és zenét és kulturális értékeket tudnak organizálni. És a harmadik emeleten van a könyvtár és szeminárszobák, utána jönnek az irodák, és egész fönt van egy pár lakás, apartmanok a vendégek számára. Már Gragger elképzeléseiben nagy hangsúlyt kap a kulturális reprezentáció. Megalakítják a Berlini Egyetem Magyar Intézetének baráti társaságát, ahová időről időre meghívást kapnak a legjelentősebb nagyiparosok és tőkések egy kandalló melletti teára. Becker kultuszminiszter társaságában kellemesen elbeszélgetnek, majd meghallgatják a társaság soron következő magyar témájú előadását. A baráti társaság jelentős anyagi és nem utolsó sorban társadalmi alapot ad a berlini magyar jelenlétnek. Mi elhatároztuk, hogy minden évben csinálunk egy nagy elitbált, amelyiknek az az érdekessége volt, hogy a Hotel Esplanádba rendeztük, az egy nagyon előkelő szálloda volt. A Barnabás von Géci, az egy nagyon finom, igen fölkapott, nagyon elegáns szalonzenekar volt. Németek is boldogan jöttek el, mert még a Kánya ebben kitűnő partner volt, ő maga is átvett egy pakett
jegyet, és úgy meghívta a maga diplomata társaságát. Tehát egy előkelő, frappós, kiváló bál volt. Aztán fölkértük ezeket a kinti magyarokat, hogy a diákok javára, és mindig egy óriási műsorral szerepeltünk, ahol kiváló énekesek, művészek, stb. Zongoristák, stb. Szerepeltek. Csodálatos díszterme volt az épületnek, ahol rendkívül sok rendezvényt szerveztek, koncertektől kezdve előadóesteken át, sörestekig, táncestéjekig, nagyon sok minden, tehát társasági események színhelye is volt ez az épület. Volt egy operett énekes, Borsa Tibornak hívták, az gyakran tartott nekünk koncerteket, mi meg meghívtuk a lány ismerőseinket, úgyhogy nagy tánc, mulatások, stb. Többi tárca képviselői nehezményezték azt, hogy miért a kultusztárca az, amely a legjobban dotált a magyar minisztériumok között. És a kulturális tudományos életen belüli számosan voltak olyanok, akik mondjuk nehezményezték azt a budapesti egyetemen, hogy miért a vidéki egyetemeket támogatja Klebersberg. No, ilyen okokból az egész Collegium Hungaricum rendszert és az egész ösztöndi akciót nagyon komoly támadások érték, állandóan luxus kiadásokkal vádolták Klebersberget ez ügyben, rengeteg parlamenti interpelláció született emiatt, és nagyon sok kiváló író is olyan véleményen volt, hogy bűn az, hogy ennyi pénzt fordítanak erre az intézményrendszerre. Közöttük például Moritz Zsigmond, aki a Magyar Szemlében a korszak egyik legkiválóbb magyar folyóiratában tette közé berlini emlékeit, élményeit, leírva azt 1931-ben, hogy a magyar állam egy csodálatos palotát tart fenn a Collegium Hungaricum céljaira, az ideérkező ösztöndíjasok viszont úgy élnek, mint a templom egere, alig van pénzük betevő falatra, és a többi, és a többi. Méretek könnyen végzetessé válhatnak, a fékevesztett modernség csődbe vihet. Így lett a háború utáni Berlin tudományos élete azzá nagy üzemmé, amelyből kikopott már a Humboldt testvérek mély humanizmusa, így lett világhírű színházi életéből színjátszó üzem, zenei kultúrájából hangversenyárverés, irodalmából rotációs nyomdaipar, fórumából a szellem londoni vására. 1928 körül Berlinben külön hangversenyműsorújság jelent meg. A városnak körülbelül 10 nagy hangverseny terme közül egy sem volt sohasem szabad, és előfordult, hogy ugyanaznap vezényelt Furt Wengler, Bruno Walter, Klemperer, Busch és Kleiber. Nem volt ez túlzás? Pár hét múlva az újság megszűnt, és a hangversenytermekben politikai gyűléseket rendeztek. A németországi peregrinációnak a hatása az egészen a II. Világháborúig érezhető volt, de hozzátenném azt, hogy a klebersbergi ösztöndíj politika, amelyiknek a segítségével ugye nagyon sokan jutottak el Berlinbe is, többek között a Collegium Hungaricumba, akik szintén vagy a berlini, ugye a Charlottenburgi Műegyetemen tanultak, vagy a Friedrich Wilhelm, de Kaiser Friedrich Wilhelm Universitäten, azok még az 50-es, 60-as években is jelentős szerepet játszottak a magyar tudománypolitikában, mondjuk Rácz Elemér, mint az aerodinamika és a Műegyetem Repüléstani Intézetének a vezetőjét lehet megemlíteni. Tehát
A Klebersberg kultúrpolitikai létrejövő, főleg természettudományos műszaki oktatási kapcsolatok Berlinnel, az a hatását éreztette még túl a II. Világháborún is. Jawohl, meine Herren, darauf können Sie schwören. Jawohl, jawohl, jawohl. A német főváros egészen 1943-ig nem sokat érzékel a távoli háborús eseményekből, az élet azonban csak hamar Berlinben is megváltozik. Még néhány hónap, egy-két év, és a 20-as évekből jól ismert világváros elsüllyed a háború viharában. A kultusztárcához tartozó Collegium Hungaricumba az 1943. november 22-i légitámadáskor teljesen leégett berlini magyar követség költözik be. Ekkor még ösztöndíjasok is laknak itt. 1944. októberétől a nyilas hatalomátvételt követően azonban már kizárólag politikai rendeltetése van a palotának. Ott éltem át az első nagy bombatámadást, bár már a követség akkor be volt oda költözve, kivitték az embereket, ha jött a riadó valahova, de én bent maradtam egyedül a pincében. Őrület volt. Döngött a falak, döngtek a villany kialudt, és én így, amikor vége volt, kimásztam, mert tiszta romhalom volt. Az ajtók, ezek a nagy vaskos ajtók bedőltek rá, a márvány lépcső volt, egy nagy lépcsőn felvezetett a csillárok. És a másik nagy támadás az 1945. februárjában volt. Akkor olyan súlyos volt a támadás, hogy el kellett hagynom a kollégiumot, nem csak nekem, hanem sok más, majdnem mindenkinek. És ami érdekes, a magyar követséget is kibombázták, és ők egy ideig itt székeltek. Szóval, de akkor olyan támadás érte a kollégiumot, hogy már nem lehetett benne lakni, és a háború is a vége felé közeledett. Megmondták, hogy a követség elmegy busszal Kitzbühelbe, Ausztriába. Elmenekülnek innen. És minden kollégista részére is helyet biztosított. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai. Mire a szövetséges csapatok megérkeznek, utcák helyett csupán a nap állásából lehet majd a romok között tájékozódni. A város nagy részével együtt a Collegium Hungaricum és a Herzpalota is eltűnik a törmelék rengetegben. A 70-es évek elején a Német Demokratikus Köztársaság kulturális központot akart nyitni Budapesten, de minthogy ez csak kölcsönös alapon ment, felajánlottak Magyarországnak néhány helyet az NDK fővárosában. A Dorotheenstrasse-n található egykori telek nem volt köztük. A választás a Karl-Liebknecht-Strasse 9-es számra esett, ahol akkor még csupán az alapozáshoz szolgáló nagy gödör volt látható, szemben a 365 méter magas tévétoronnyal. A modern, sok emeletes épület 1972-ben készült el, benne a Magyar Kultúra Háza pedig 1973. januárjában nyitotta meg kapuit.
Nemrégiben iktatta törvénybe az NDK és Magyarország parlamentje a Német Demokratikus Köztársasággal kötött barátsági szerződés meghosszabbítását. Ennek kapcsán kerestük fel Berlin központjában a négy esztendeje működő és igen népszerű Magyar Kultúraházát. A földszinti üzletrészlegben a magyar népművészeti tárgyak és iparművészeti cikkek a leginkább keresettek. De nagy az érdeklődés a magyar eredetű szépirodalmi, tudományos és szakmai könyvek és a hanglemezek iránt is. Azok az NDK-sok, akik a 80-as évben a Magyar Ház vendégei voltak, azoknak nagyon sokat jelentett a ház. Azért ugyanis, mert, és erről azt hiszem nem kell beszélnem, hiszen ez manapság már egy közhely, hogy Magyarország egy különleges, hogy is mondjam, képződmény volt a szocialista táboron belül, ami azt jelenti, hogy az NDK-sok számára egy kis darab nyugat, vagy legalábbis egy kis darab szabadságot jelentett Magyarország. Ezért is jártak olyan sokszor a Balatonhoz, vagy a Magyarország különböző tájaira nyaralni. Most ez a fajta kis darab szabadság, vagy különlegesség, amit Magyarország jelentett, ez természetesen a Magyar Házban is visszatükröződött, ami azt jelenti, hogy Kelet-Berlin meglehetősen szürke tömegébe a Magyar Ház egyfajta folt volt, egyfajta sziget volt, ami azt jelentette a gyakorlatban, hogy olyan rendezvények, olyan események voltak a Magyar Ház falai között, ami egyébként az NDK-ba máshol tulajdonképpen nem volt lehetséges. 73-ban ugye Berlinben volt a világifjúsági találkozó, és akkor itt nem lehetett látni a fiataloktól, a vidám emberektől, arra az egy hétre ugye nem működött a rendszer, hanem mindent volt szabad lényegében. És akkor itt sétálva ezen az utcán a Magyar Kultúrintézet közelébe kerültem, mellette a lengyel és a kettő között voltak rockkoncertek, hát ez vonzotta az embert, azóta betiltott együttesek játszottak, és hát ugye Magyarországon tanultam én már akkor, és a nyári szünetben én bementem a házba is, és akkor láttam, hogy zene van, könyvek vannak, utazási iroda. Ez a Magyar Kultúraháza, ahogy akkor hívták, először is eltért más kultúrintézetek nevétől, mert a kultúrára helyezte a hangsúlyt, és nem a politikát, meg egyéb témákat. Ez eleve szimpatikus volt nekem, mert én, ha kultúrát akarok kapni, akkor ez legyen a neve. Itt lehetett lemezt kapni, itt lehetett újságot kapni, tehát lehetett információkhoz jutni, amiket hát akkoriban még nem lehetett internetezni. Honnan tudtam volna meg valamit Magyarországról, hanem innen ebből a házból. Nagy filmvetítések voltak, díjnyertes magyar filmek, olyan filmek, amik az NDK TV-ben biztos, hogy nem mentek volna, itt vetítették őket. Nem merek rá esküdni, hogy nem volt a nézők közt olyan, akit nagyon érdekelt, hogy milyen nézők jönnek ide, de nem foglalkoztam vele. Nagyon nagy volt az NDK beliek érdeklődése, a világ információi után éheztek ki, és itt nem kapták meg, ugye Magyarországon keresztül próbáltak sokan elmenni. Nagyon tele volt a ház az utolsó helyig, az embereket nem is lehetett látni, akik a nézőtéren ültek, mert ugye újságokat faltak már akkor, amikor még nem jött meg az előadó. A Magyar Kultúrcentrumban működő nyelvi laboratórium egyike a leggyakrabban látogatott intézményeknek. Állandóan sok a résztvevője az intenzív magyar nyelvtanfolyamoknak. Rövid riportunkban fel sem sorolhatjuk azt a számos tevékenységet, irodalmi, film, zenei, tudományos és politikai programot, amit a ház nyújt. 5,5 ezer kötetes könyvtárának is jelentős a forgalma. Az olvasó magyar és német nyelven egyaránt megtalál itt minden könyvújdonságot. Hazánk életének jobb megismerése érdekében számos és sokféle kiállítást rendez a ház. A kulturális érdeklődést, de az idegenforgalmi információ igényeket is kielégítik a Magyar Könyvkiadás ott jártunkkor bemutatott legszebb termékei. 89 előtt az a probléma, hogy a közönségért meg kelljen küzdeni, ez tulajdonképpen ismeretlen volt. Egyszerűen volt igény a dologra, és a közönség jött. Inkább esetenként korlátozni kellett a számukat, mert túl sokan jöttek. 89 után, amikor, és ezt is egy hasonlattal lehet ábrázolni, amikor hirtelen a Balaton helyett Majorka vette át a központi nyaralóhelyet,
ebben a pillanatban megváltozott a magyar háznak is a helyi értéke és a helyzete Berlinbe. Egyszerre kinyílt az egész kulturális kínálat, ami nyugatot jelentette, és egyszerre a kelet-berlini kulturális intézmények is egész más működésbe kezdtek. Ez azt jelentette, hogy meg kellett barátkozni avval a helyzettel, hogy a Magyar Kultúra Háza vagy a Magyar Ház egy intézmény a berlini intézmények közül, és ha olyan programot csinálunk, ami érdeklődésre tart számot, akkor jönnek az emberek, ha olyanra, ami nem vált ki érdeklődést, akkor nem jönnek. Zu DDR-Zeit spielte es eine größere Rolle, weil man hier viele Filme sehen konnte, die nicht ins Kino kamen und die sehr interessant waren, die sehr kritisch waren. Ab und zu sind interessante Lesungen und Diskussionen hier, das glaube ich schon, und eben Ausstellungen, ja. Aber ein bisschen hat es an Brisanz verloren, leider. A rendszerváltás után a Haus der Ungarischen Kulturból lett Haus Ungarn, és az a 90-es évek elején, mondom, ez egy nagyon látogatott és nagyon elismert székhelye volt a berlini kultúrának, joggal. Viszont 2000-ben úgy gondoltuk már, én is magam is, és nagyon boldog voltam, hogy a Collegium Hungaricum nevet fölvéve jelezzük azt, hogy szeretnénk visszatérni úgy a gyökerekhez, hogy egy modern szellemben, a modern kultúrtranszfernek, a modern kultúrstratégiáknak megfelelően azért visszatérünk a gyökerekhez, magyarul egy olyan létesítményt szeretnénk itt működtetni, amelynek a szerepe a magyar és a német kultúrtranszferben, a magyar-német tudományos transferben olyasmi lehet majd, mint a 20-as években, meg a 30-as években a berlini Collegium Hungaricumnak az intézménye. A Német Demokratikus Köztársaság fennállásának utolsó napján a 20-as évek óta magyar tulajdonban lévő, de a II. Világháborún a bombázások következtében üressé vált telket elvette a magyar államtól és a Humboldt Egyetemnek adta át. A német barátaink naponta megfogalmazták, hogy mennyire hálásak Magyarországnak, a magyar kormánynak azért, hogy a határt kinyitotta, és a német egység létrejöttét elősegítette. Most egy kicsit erre rájátszva, ha szabad így fogalmaznom. Jó, hát köszönjük a sok elismerést, köszönjük a sok szeretetet, az ígéretet, hogy soha nem felejtik el. De hát mi nem kérünk semmi rendkívülit, mi nem is kértünk soha a mai napig valamilyen fizetséget vagy hálát a hatányításért, de azért egy dolgot szeretnénk kérni, hogy a büntetést, amelyet az NDK fennállása utolsó napján kirót ránk, azt az új egységes demokratikus német kormány ne szentesítse. Ez nem egy akármilyen berlini telken van, hanem az olyan, amit a berliniek ugye egy ilyen, ugye, hogy filéstük ezt a németek használják ezt a szót, ez azt jelenti, hogy az egyik legjobb helyen lévő telekről van szó. Minden új terv ez egy érzelmekkel függ össze, és mondjuk ez a hely itt a városban, ez egy kulturális, nagyon fontos hely, és ezzel foglalkozni, és amellett egy magyar kulturális intézettel, ez egy szép feladat volt. Minimalista stílusban
egy építőkocka, többemeletes építőkocka, de Berlinben ez nem ritkaság, mert ez egy eklektikus hely, és azt látni, hogy velem szemben a Humboldt Egyetem 18. századból származó épületegyetese közvetlenül balra tőlem nem más lakik a szomszédságban, mint Angela Merkel, és akkor itt a Gorki színház, nem messze innen az Unter und Linden, de mi megszállunk.